Laszkovszki Imre, kertészmérnök. Hobbija évtizedek óta, hogy kaktuszokat gyűjt. A 60-as évek óta foglalkozik a növényekkel, igaz, most már leépíti az állományt, mert hogy időskorára való tekintettel fárasztja a velük való foglalkozás. Ilyenkor télen együtt él a növényeivel, majd április végére költözteti ki őket a kerti üvegházba. Hát ez a kaktusz, ez 30-40 éves korába kezd virágozni. Hát ez nem tudom, hogy meg fogja élni még azt a kort, hogy jobban, hogy én megélem-e, mert ennél csak a 21-néhány év körül van. Akkor ezek a másik fajták ránézetre őszapónak nevezett magyarul kaktuszok, amikor először behozták Európába, az ittenek azt mondták, hogy útközben miért ragasztottak erre kecskeszőrt, mert hát hasonlít hozzá. Két évig ugye kötelező gyakorlat volt, azt utána csak kikötöttem itt Mözsön, és hát akkor én nem is tudom, hogy valahogy a feleség vette, piacon látott egy ilyen kis virágzó kaktuszt, azt megvette, csak úgy virágképpen, mert akkor még ennek a háznak csak a fele volt a lapos anyósomóké. És akkor mindig több lett, aztán megszerettem őket, mert egyszer kis helyen elférnek, nem nőnek gyorsan, tehát nem nődik hamar ki a lakást, úgy, mint mondjuk ez a pálmaféle itt mögöttünk, ugye, vagy a filodendronok, hogy 70-80 centi átmérő levelük van, és szépen virágoznak, ha egyszer elkezdenek virágozni, akkor aztán az minden évben virágzik. Elkezd április-májusban virágozni, és egész úgy október-szeptember végéig, hát úgy közbe-közbe egyedik, hogy ez virágozhoz. A gyűjtemény legkülönlegesebb darabja egy kubai kaktusz. Nem szép, most. De ha virágzik, igazi kuriózum. Ékirálynője, egy kubai cseretástól van a magja, még valamikor régen a Károly doktor úr, nem tudom, ismerték-e vagy nem, Mözsön volt, már meghalt. Még annak a felesége ilyen képeslap gyűjtő volt, és az valahogy kapcsolatba került ezzel a kubaival, és az akart kaktuszos könyvet, mert ott náluk nem lehetett, akkor küldtem neki, és akkor ő küldte ezt a magot. Na, az a lényeg, hogy akkor tájban még sokat én se olvastam róluk, és nagyobb gyűjtőktől tudtam meg, hogy ez majd akkor, azt mondta az egyik, azt, majd akkor virágzik, amit legszívesebben már kidobnám, mert olyan össze-vissza kusza valami, de viszont a virágja az nagyon szép, ilyen 20-25 cm hosszú virágszáron, szintén egy ilyen 25 centi átmérő nagy fehér virág, illatos fehér virágja van, amelyik este nyílik, és akkor reggelre velvet. Hát éj királynőjének is hívják. Imre bácsi a virágok mellett a helytörténettel, egészen pontosan a mözsiki telepítettek sorsával foglalkozik. Két könyve jelent meg e témában. Egy illető a megyének több község, majdnem minden községéből összeírta, hogy kik a kitelepítettek Mözsről is. Ott is írt, ott meg legint majd 500 valamennyit írt, tehát egész más szám volt, és ott név szerint ugye föl voltak sorolva az egyének, és ugye a feleségem is sváb származású, és ugye ők is itt, meg a sógornőm is, és azok ismerték itt a helyieket, és ahogy nézték, na ez sincs benne, ez sincs benne, az sincs benne. A feleségem révén valami unoka, testvérük valakik szintén nem voltak abba benne, és akkor már nyugdíjban voltam, rá is értem, különösebb, hát a kertben volt munka, egy héten, egy fél napot a levéltárba elmentem, és akkor kezdtem kigyűjteni az adatokat. Hát ott aztán szintén 600 valamennyit találtam. Minden évben, és aztán szeptemberben valahogy pályázatot beadni, ha valaki az ottani munkájába. Hát csak egy ilyen 20-30 oldal, egy ilyen A4-es lapunk volt, lehetett beadni. Azt meg is írtam, ott olyan harmadik díjat kaptam, és akkor ott mondták, hogy ki is adnák
könyvformájában ezt, de bizonyos dolgokat kihagynának belőle. Mégpedig pont azokat, akikre ismerősök révén Németországba kitelepítetteknek is írtam, hogy írják meg, hát nem az önéletrajzukat, de a gondolataikat a kitelepítésről, és ezt pont ezt hagynák ki. Hát mondom, ezek a szegények, ha erre vállalkoztak, ennyi év után is magyarul vagy németül tudtak írni, hát mondom, akkor azt nem. És akkor így alakult az, hogy hát próbáltam itt nézni utána, hogy kik azok, akik ezt dotálnák nekem, hát aztán ilyen több helyre elmentem végül, az akkori polgármester, már szegény meghalt azóta, az azt mondta, ami különbség lett, azt ők kifizetik, és akkor így került kiadásra ez a könyv. 13-14 körül, akkor még utána elkezdtem gyűjteni a hősi halottakról, adatokat róla, akiknek volt hozzátartozék és tudtak fényképet adni, akkor az is veled adva, majd hozzátéve a könyvbe, meg hát sok minden. Miközben készültek a könyvek, az járt a fejemben, hogy ezek az 1700-as évek óta itt éltek, milyen szörnyű, hogy egyik pillanatról a másikra el kell hagyniuk az otthonokat, meséli. Mikor ezek leírták a észrevételeiket, meg hogy mi történt velük, akkor az ember úgy, ha belegondol abba, hogy most, amikor már nem azt az időt éljük, és hát mondjuk azt, hogy békében vagyunk, nem zargatnak, hogy most legyük föl, nekem is innen el kellene menni, és amit az ember 20-35 vagy 10 év, az annyi idő, amennyi idő alatt éppen megszerezte, azt most mind vissza lenne hagyni. Hát azért, ha akárki belegondol ebbe, az míg írja ezt a könyvet, meg más hasonló jellegű valamiket, akkor azért elgondolkodik rajta. Bár előkészületben van egy mözsi szótár, most már nem tervezi a kiadását. Pedig igazi helyi érték volna, hiszen olyan kifejezések gyűjteménye lehetne, amit sehol máshol nem értenek, csak itt Mözsön. Ahogy leírtam, nem biztos, hogy én úgy, tehát nyelvtanilag helyesen írtam le, ahogy itten kimondják azt a bizonyos szót. Sipa például, hát azt az ásónak hívják, ásót hívják úgy, valahogy vagy az ásás, nem tudom. Hát aztán pontosan az, hogy lehet leírni, ugye há vagy mi, hogy vannak benne, e meg így, azok hát valamikor 80 éve vagy 70-valahány éve tanultam németet, de hát a mözsi ad megérti, csak mondjuk egy másik német valaki nem biztos, hogy ugyanúgy fogja kiejteni, amit én leírtam, mint a mözsiek. Tehát azt valakinek, aki nyelvtanilag totál, hát az gondolom majd ezen tudna lehet. Biztos van benne hiba, hát ennyi szónál. Szóval kéne valaki, aki ezt rendbe teszi, mondja, hogy a mözsi nyelvnek ez a különlegessége mégiscsak fennmaradjon.